18. fejezet odafent. Nestor a torjószoba ablakához lépett, és egy hirtelen mozdulattal becsukta. Előbb vagy utóbb, megövít a bőrmögte, miközben körbenézett. Miután Nestor becsukta az ablakot, lépcsősoron sűvítő húzat hamarosan előtt. Nestor hosszan nézte az asztal mellett álló hajó modelleket, és elégedetten alapította meg, hogy a nefertiti szeme alól eltűnt a napló. Elmosírodott, kiment a szobából, és becsukta maga után a tökörös ajtót. A ház sötétjében meglátta a férfi árnyéket, félig elmosódva a homályos folyosón, hosszú ideig átszóltanul. A gyerekek lementek, suttogta aztán. A viharton volt odakint. Reméltem, hogy megteszik, mondta a férfi. Valójában ezt is remélte, de már réges régen megtanulta, milyen nagy különbség van remény és valóság között. Az ajtó becsukódott. Becsutolog. Nestor zavartan körülnézett, és elindult lefelé. Erősen koncentrált, hogy ne rohanjon le a lépcsőn, meretten nézett maga elé, és így szólt. Ügyesek voltak. Ügyesek és szerencsések, de legfőképp mégiscsak ügyesek. Megérdemelték, hogy megpróbálhassák. Semmire se kaptak magyarázatot, sem tanácsot. Lehet, hogy bajuk esett. Megképzelhető. Lehet, hogy nem jutottak le, vagy lehet, hogy sikerült nekik, és eljutottak az ajtóhoz. És ott ott, nem tudom. Ki fogják nyitni? Borzasztó lesz. Talán nem. Belevaló gyerekek. Hagytam nekik. Azt a kijavította magát. Hagytam Jasonnek egy jelet, amit követhet. Újabb hosszú csend következett. Olyan egy 11 éves gyerek felismeri a jeleket, és képes követni őket? Talán igen. Körültekintően választottam ki őket. Egy pillanatnyi gondolkodás után a férfi megrázta a fejét. Nem, valójában véletlen volt, hogy éppen ők lettek. Nestor nem válaszolt, gyors léptekkel ment a lépcsőn. Belépett a kőfelú szobába, és ránézett az eltott szekrére, majd a csukott ajtóra. A gyerekek elvitték a kulcsokat, és csak néhány papírdarabot hagytak a padlón maguk után. Nestor fájdalmas képet vágott, elindult a bejárati ajtó felé, de útközben finoman megsimította a halászlány szobrának talapzatát, majd felvette a földre az esőkabátját, kétotta az ajtót, zuhogott. Az iménti szavak visszhangoztak a fejében. Ő is pontosan tudta, hogy a gyerekeket a véletlen sodorta ide. De nem is volt sok választása, vagy ők, vagy Newton kisasszony. A véletlen, olykor a legjobb segítőtárs, dörmelte az öreg kertész, és kilépett a villargó ajtaján.